A junior bajnoki döntőben szerzett aranyat követő hétvégén már Kecskeméten az ifjúsági bajnokság fináliában lépett pályára nyíregyházi együttes. Erdősné Balog Erika csapata mindössze két helyen változott az előző hétvégéhez képest, így a fiatalabb korosztályban is éremesélyesként várta a döntőt a nyíregyházi sportcentrum. Bár a nagy rivális Békés Csabával kétszer is játszott az NSC, végül veretlenül 4 győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet az ifik között a nyíregyházi gárda. Úgy gondolom, hogy ez talán nehezebb volt, mint a junior bajnokság, hiszen már a csoportba is, a nehezebb csoportba kerültünk. Újra Békés Csabával kezdtük az első mérkőzést, 3-2-re sikerült nyernünk. Aztán én úgy gondolom, hogy hál' Istennek a Gödöllő csapatát mind a csoportmeccsen, mind az elődöntőben egy határozott játékkal nyertük. Igazából azt gondoltuk, hogy ha döntőbe kerülünk, az már egy jó dolog, de hát a lányok nem elégedtek meg az ezüstéremmel. Én úgy gondolom, nagyon harcosan játszottak, nagyon együtt, nagyon egymásért küzdve játszottak, és megcsinálták a döntőt is 3-1-re. Még úgy gondolom, hogy talán a döntőt kicsit könnyebben, mint a junior döntőt. A korosztályos válogatott Szabó Lili szerint a Békés Csaba ellen a csoportmeccseken nehezebb dolguk volt, mint a döntőben. Az évben én személy szerint már 5-5-ére kerültem velük össze, és mindig az volt bennem, hogy felmegyek is, megverjük őket, hiszen a sportban bármi lehetséges. Hát én úgy gondolom, hogy az első meccsen, a csoportmeccsen még kicsit félősen játszottunk, de miután ezt megnyertük a döntőben, már nagyobb önbizalommal álltunk fel, és sikerült állva hagynunk őket. Az ifjúság, illetve junior bajnoki címet szerző csapatból többen is a felnőtt együttesek készülnek, sőt játszanak is a Fátum Nyíregyházában. Igaz, az ellenfeleknél is szerepeltek élvonalbeli röplabdázók. Sok ilyen játékos volt a Vasasnál, a Gödöllőnek is a felnőtt keretéből sokan jöttek vissza, Békés Csabából szintén. Sokat jelent, hiszen úgy tudtunk felállni, főleg mondjuk a junioron, hogy kezdő hatból 5 játékos a felnőtt kerettel dolgozott, illetve edzett, illetve játszott végig ebbe a szezonban. Tudták, hogy mit miért kérünk, bármilyen taktikai utasítás volt, azt megpróbálták betartani, úgyhogy ennek ez volt a következménye. A bajnoki döntő osztály csapatában nyíregyháziak közül Kotormány Rékát, Varga Elizabetet és Tóth Fruzsinát választották be a szakemberek. A legjobb edző pedig a bajnok trénere Erdősné Balog Erika lett.